Sziasztok, ez itt az Atanor, a vallás, a pszichológia és a filozófia határterületéről jelentkezünk. A mai adásban az antropozófiáról lesz szó. Meghívott vendégem Takács Péter, a Magyar Antropozófiai Társaság képviselője. Üdvözlöm a stúdióban, Péter, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon örülök a lehetőségnek, köszönöm én is. Péter, ön a Magyar Antropozófiai Társaság képviselőtestületi tagja, így magának a társaságnak is képviselője. Meséljen, kérem, arról, hogy ön mivel foglalkozott az antropozófia előtt, civilben, és hogyan változtatta meg az ön életét az antropozófia szellemiségével való első találkozás? Én a műszöki, Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem, gépészmérnök voltam, és mérnökként is dolgoztam. És eh, ahhoz képest, hogy a mérnökség az egy viszonylag ilyen materialista tudomány, és, eh, és konkrét fizikai és anyagi uh -huh. dolgokkal foglalkozik. Valahogy mégis volt bennem egy nagyon erős érdeklődés az iránt, hogy ez az egész világ miért ilyen, és miért. Uh -huh. ez, ami történik benne, az miért történik. ez részben az édesapámtól örököltem, aki aki hasonlóképpen mérnök volt, de mindig nagyon érdeklődött az, az okok és a mélyben rejlő okok iránt. És így, amikortól kezdve lehetett kapni, ugye én a 50-ben születtem, tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag az életemnek az első 40 évét a kommunista rendszerben értem le, uh -huh. amikortól lehetett kapni, vagy hozzá lehetett jutni olyan könyvekhez, amik valamit erről a kérdésről írnak, akkor uh -huh. azt mindig megvásároltam. De igazán valódi választ ezekből a könyvekből nem tudtam kapni, csak azt éreztem, hogy valahol van uh -huh. valami, és amikor a rendszerváltás után uh -huh. megnyílt ez a, ez a szegment, is. ugye a 89-ig be voltak tiltva a komolyabb ezoterikus könyvek, amikor 89 után lehetőség nyílt erre, akkor egyszer egy előadáson találkoztam először a Steinernek a nevével, és akkor, amikor megvettem az első könyvet, akkor rögtön éreztem, hogy ez az, amit... Amiben azokat a válaszokat, amiket uh -huh. az egész életemben keresek, azokat megkapom. És így aztán kezdetben, mondjuk úgy, hogy először csak a fejemben tanultam erről az egészről, uh -huh. de aztán egy idő után, mivel mindig vállalkozó voltam, és például 89 után külföldi cégek magyarországi leányvállalatainak voltam az igazgatója, ezért elkezdtem. Azt keresni, hogy hogy lehet ezt a gyakorlatban használni. Tehát mit jelent az, hogy mondjuk egy céget úgy vezetni, hogy az ember közben uh -huh. az embert nem egy fizikai lénynek, hanem mondjuk egy szellemi lénynek tekinti. És mondhatnám úgy is, hogy ez a keresés, ez teljesen megváltoztatta az életemet, mert nem csak a van, hanem a magánéletemben is teljesen uh -huh. átalakult minden. Hogyha röviden definiálni kéne ezt, hogy antropozófia, akkor ezt hogyan lehetne megtenni Egy elég összetett fogalomrendszerről van szó. Hát ha azt egy mondatba kellene, rövid mondatba, akkor azt mondanám, hogy ez egy megismerési út. Uh -huh. Hát és mit lehet megismerni ezen az úton? Hát gyakorlatilag azt, amit fizikai szemmel, vagy fizikai mérőeszközökkel, vagy fizikai eszközökkel nem lehet megismerni, azt az érzék feletti világot, ami az anyagi világon felül, vagy túl még létezik. És gyakorlatilag az egész antropozófia arról szól, az összes előadásával Steiner arról beszélt, hogy hogyan tudunk mi ehhez a világhoz viszonyulni, hogyan kapcsolódunk, elmondta, hogy kik élnek ott, mit csinálnak, milyen céljaik vannak, hogyan működnek együtt velünk, illetve milyen kapcsolatba kerülnek azokkal a lényekkel, akik itt vannak a Földön. Tehát tulajdonképpen ugyanazt lehet megismerni, amit egyébként itt is ismerünk, hogy vannak emberek, csak ott uh -huh. azoknak nincs fizikai testük, azoknak vannak céljaik, van, kommunikálnak egymással, mindenféle, egyik ezt, a másik azt akarja elérni. Tehát egy, egy másik világban, ö, másik világba kerül az ember, ahol más törvények, más, uh -huh. más összefüggések uralkodnak, és az összes erőadás gyakorlatilag erről szól, illetve arról, hogy mi mindannyian ebből a világból születünk ide a fizikai uh -huh. testünkbe, illetve amikor meghalunk, akkor ugyanebbe a világba kerülünk vissza. Tehát az antropozófiának, ahogy veszük, van néhány alapelve, és ezek közül az egyik az az, hogy az ember az egy szellemi lény, aki uh -huh. a, egy rövid időt fizikai testben tölt itt a Földön. E és akkor, hogyha megfogalmazunk, akkor még meg lehet fogalmazni több, ha érdekes lehet talán a hallgatók számára, hogy mik azok a több alapelvek még, ami alapján az antropozófia tekinti. Abszolút. Világon. egy A mi, mik ezek, meg. ezek az alapelvek pontosan? Hát a második pontosan... az az, hogy az ember az nem egyszer születik csak meg. Tehát nem valaki földobott egyszer egy pénzt, és azt mondta, hogy mi ketten itt Magyarországon születünk, vagy bárhol, és gazdagok leszünk, vagy szegények, uh -huh. vagy ok fiúk, vagy lányok, hanem ennek egy, ennek egy nagyon jól meghatározható szellemi összefüggése van, uh -huh. és hogy ezek a tehát magyarul reinkarnáció van, és az ember uh -huh. többször születik meg, és hogy ez a többszöri megszületésnek a célja az az, hogy az ember fejlődjön. Uh -huh. ja, mert vannak olyan ez a törkös irányzatok, amelyek azt mondják, hogy azért születik meg az emberi az előző életének a hibáit, meg uh -huh. a különböző problémáit kiküszöbölje. Természetesen az is benne van, uh -huh. de a reinkarnációnak az antropozófe szempontjából nézve az a fő, fő célja, vagy az értelme, uh -huh. hogy az ember fejlődjön, mert az egész világ a teremtéstől kezdve egészen uh -huh. a teremtés végéig egy fejlődési folyamat, és ezt az uh -huh. antropozófő így is tekinti. És ugye a Steiner azt mondja, hogy aki ez érdekel, az megismerheti ezt az egész folyamatot, megismerheti a kezdetektől a végéig, és megismerheti azt is, hogy ebben ki mikor éppen is voltál. Illetve gondolom én, hogy ebben egy kicsit tudatosabban részt is tud venni, és, és valahogy tudatosabban tudja a saját életét élni és irányítani. Igen, hát az biztos, hogyha az ember elkezdi ezt olvasni, és elkezdi ezeket az sokat olvasni, akkor alapvetően megváltozik az embernek a szemlélet a világról. Uh -huh. Egyszerűen azért, mert rájön arra, hogy az, amit egyébként majdnem mindenki a lelke mélyén érez, csak ki különböző módon elnyom, hogy azok a dolgok azok nem csak érzések, hanem valójában olyan tények, amiket meg lehet ismerni csak mivel sem az iskolában nem tanítják, sem az egyetemen nem beszélnek uh -huh. róla, hanem csak a, a fizikai összefüggéseket tanítják az embernek, ezért aztán úgy valahogy elnyomja az ember magában is, és nem tud nem tud ennek megfelelően élni, de az biztos, hogy abban a pillanatban ha ezeket az összefüggéseket uh -huh. megismeri, akkor átalakul az embernek az élete, uh -huh. mert, mert rájövünk azokra a dolgokra, amik hogy nem, nem egyedül vagyok, nem, én nem egy különálló lény vagyok, én nem, uh -huh. nem egy nem egy önálló lény vagyok, aki független mindentől, hanem azok az egyik az összes többi ezoterikus tudományban egyébként elmondó dolog, hogy minden mindennel összefügg, a ha bármit teszek, az mindenkire hat, és hogy nem lehet, nem lehet, ha nekem, nem lehet az, hogy csak nekem legyen jó, és a többieknek rossz. Tehát, hogy ezek az alapvető összefüggések, ezek uh -huh. mind megjelennek. És és ugye ezek, Steiner ezekben az előadásokban gyakorlatilag ezekről beszélt, és ezt rengeteg sok területre szétoztotta. Tehát hogyha ha, ha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a, a 900 és 1900 és 1925 alatt, ugye ez volt az a 25 év, amikor a Steiner működött a világban. Ha meg akarjuk nézni, hogy abban az időben megtartott előadásai gyakorlatilag az emberi életnek és az emberi működésnek minden területét lefették. Uh -huh. Nagyon sok ezoterikus irányzat volt. Ugye az 1800-as éveknek a vége felé valami bumszerűen szerűen megjelent megjel az ezotérium. Így van, így van. Tehát, hogy ez, ez volt a éppen a volt egy adás, amiben teozófiáról beszéltünk, szóval ez a századfordulós időszak, ez, ez egy nagyon termékeny kor volt e, e tekintetben. E, talán arról beszéljünk egy picit, hogy ki volt ez a Rudolf Steiner, mert említettük, hogy Rudolf Steiner volt, volt, ez, a, volt ez az ember, aki ugye nem, nem, mind antropozófus született, és ugye nagyon, az élete során nagyon sok területtel foglalkozott tudománytól kezdve a filozófián át a teozófiáig, és aztán megalkotta a saját iskoláját, a saját rendszerét, ez lett, ez lett az antropozófia. Szóval, hogy Steinerről mit lehetne összefoglalva mondani az ő életéről és munkásságáról? Rudolf Steiner az Magyarországon született 1861-ben, ami egyébként nagyon sok embert meglep, mert mindenki arról beszél, hogy vagy azt mondják, hogy az osztrák-magyar Monarchiában vagy Ausztriában uh -huh. született, de ugye 61-ben még nem volt monarchia, az egy pár uh -huh. évvel később jött létre. Tehát ő Magyarországon született, méghozzá abban azon a, fizi a geográfiai területen, amit ma őrségnek neveznek, és annak uh -huh. is a déli részén, ez most Horvátországhoz tartozik, mindjárt határ után egy Králya Vec nevű kis uh -huh. faluban született. Egyébként a szülei ezek osztrákok voltak, akiket ebben az egy pár évvel előtte helyeztek át oda. Uh -huh. Az édesapja vasutas volt, és az osztrák vasútnál uh -huh. uh -huh. dolgozott. És amikor megszületett, ő születésétől fogva egy, egy érzékeny ember volt, és, és olyan dolgokat is látott, amiről abban az időben, hogy nem nagyon beszéltek, vagy nem nagyon tudta, hogy mi az. De ez a különlegeség, ez, ez persze összefügg olyan dolgokkal, ugye, amiről az előbb már beszéltem, hogy uh -huh. ez sorszerű. Tehát ő az előző inkarnációiban már olyan dolgokat csinált, aminek következtében, amikor most ebben a fizikai inkarnációjában megszületett, akkor már azok a képességek, amiket előtte megszerzett, azok már itt neki megvoltak. És uh, ahogy nőtt fel, ugye egyre erősödött benne az az érzés, hogy neki valamilyen módon ilyen szellemtudományos vagy ezoterikus irányjal kell foglalkozni, és nyilván kereste azt a helyet, uh -huh. ahova kapcsolódni tud. És akkor az 1900-as évek elején kapcsolódott a Teozófiai Társasághoz, akit, uh -huh. akit ugye itt már említett, és ö, ö, ott a Teozófiai Társaságnak a német ö, ö, szekciójában uh -huh. volt ő először csak tag, aztán később így az előadásai következtében először a német szekciónak a vezetőjévé is tették, és... De a benne élő motiváció, tehát az az erő, hogy ő neki mit kell adni az embereknek, az fokozatosan elkezdett el, eltávolodni attól, amit a teozófiai társág adott. Uh -huh. És én nem akarom itt ezt elmondani, mert nyilván az előttem szó, vagy az előző beszélgetésben ezt elmondták, hogy a teozófiai társág mi. A lényeg az az, hogy ugye Steiner az egy abszolút keresztény impulzust hozott, egy, egy Krisztus központú keresztény ezoterikus impulzust hozott, és ez nem passzolt össze a, a teózofi mondjuk az indiai központú, és és, és hát inkább keleti, keleti irányultságával. És akkor így aztán az évek során egy darabig annyira elkülönült, hogy már már egészen más előadásokat tartott, mint ami a teozófiai társaságban elfogadott volt, uh -huh. de ez egy olyan feszültséget okozott, hogy aztán végül 1912-ben úgy döntöttek közös megegyezéssel, hogy akkor ő kilép ebből a társaságból. Steiner több ízben is járt Magyarországon, előadásokat tartott, még az első világháború előtt, akkor még teozófusként, és említette a beszélgetésünk előtt, hogy hogy ezek is hozzájárultak, vagy ezek voltak azok a mozzanatok, amik a szakításhoz vezettek. Tehát, hogy itt Budapesten gyakorlatilag itt dölt el, hogy ő ki fog válni, és megalapítja a saját irányzatát. Erről tudna néhány szót szólni, hogy ez hogy... hogy... Igen, sokat járt felénk, egész Magyarországon is, meg Erdélyben is volt kétszer is, ott ott, az, ugye az beszél az életrajzában, és erről pont itt is van, Igen. Ezek, hogy arról, hogy ő Erdélyben fölkeresett ilyen nem pontosan megnevezett személyeket, ugye később ezt úgy mondták, hogy ezek voltak azok, akiknek akik a beavatásában segítettek, tehát azok mm -hmm. az emberekkel találkozott, akit több által ő igazi beavatottá vált, és így ezekben az érzék feletti világokban, ugye otthonosan tudott mozogni, de amikor Budapesten volt, akkor itt több előadás is tartott, és például 12-ben, amikor itt voltak, akkor pont Budapesten volt az, amikor az Annie Bezántal itt a Dunaparton sétálgatva uh -huh. megegyeztek abban, hogy akkor elválnak egymástól, és hogy ő egy külön társaságot alapít, és így, így született meg 1912-ben az Antropozófiai Társaság. És attól kezdve akkor ő elvált, de nagyon sokan követték, tehát az első 1912. decemberében uh -huh. alapították meg a társaságot, és a következő évben már 3000 tagja volt a társaságnak, ez azt jelenti, hogy a németek és a német nyelvterületről szinte mindenki követte őt, és nagyon sokan átjöttek, illetve nagyon sokan beléptek ebbe a társasággal. Ez számomra azt is jelzi, hogy ő egyrészt jó előadó volt, és hogy nagyon karizmatikus személyiség volt, tehát hogy hogy az ő személye az egy, egyfajta garancia volt sok embernek, illetve azoknak, akik szerettek volna inkább a nyugati kereszténység belül maradni, mint, a, mint, jobban érdekelt őket a saját hagyományuk, mint a, mint a, keleti. Abszolút. És ugye egy nagyon fontos dolog van, a, amit, amit ő csinált, az tulajdonképpen egy egészen különleges dolog, és ezt nagyon kevesen csinálják meg ma, mai, mai napig is, és akkor is nagyon kevesen tudták megcsinálni. Ugyanis, hogyha egy beavatott ebben az érzékfeletti világban ö, tud, ö, fel tud menni, vagy jelen tud lenni, és onnan információkat tud lehozni, akkor ezek az információk, mivel nem úgy vannak jelen, és nem azokkal a szavakkal, uh -huh. és azokban a formákban vannak jelen, ahogy mi itt beszélgetünk, és amit mi meg tudunk érteni, ezért ez egy rendkívül nehéz feladat lefordítani azokat a képeket és azokat a hangokat, amiket az ember ott megismer arra a nyelvre, hogy itt megérthető legyen. Uh -huh. És tulajdonképpen, ha szigorúan vesszük és összehasonlítjuk a régi ősi, vagy Bakvadgittától kezdve a tibeti különböző bölcsességeket tartalmazó azok, könyvekkel, azokat, amiket a Steiner elmondott, ő ugyanazt mondja el, csak olyan nyelven, és olyan szóhasználattal, és olyan uh -huh. formában, ami a 20. század ember számára érthető, tehát magyarul egy, egy intellektuális nyelven fogalmazza uh -huh. meg azt, ami korábban ilyen csak ilyen képszerűen, meg hasonlatokkal, meg mindenféle egyéb, uh -huh. egyéb, egyéb ö, ö, módon volt leírva. Tehát a, a modern ember számára érthető módon fogalmazza meg ennek az érzékfeletti uh -huh. világnak az összes folyamatát, működését, a lényeit, célját, értelmét, és mindent és ez egy, egy, az ő maga bevallása szerint is ez egy rendkívül nehéz uh -huh. feladat. Tehát, hogy, és mivel az emberekben nagyon nagy erővel élt, ugye azt említetted az előbb is, hogy az 1800-as évek végén ugye hirtelen megnyílt ez, a, ez az érdeklődés, e, rendkívül erős volt az érdeklődés, ezért nagyon-nagyon gyorsan, rettentő gyorsan nőtt a, a tagoknak a és hívták mindenhova, hogy tartson előadásokat, uh -huh. mert az embereket nagyon érdekelte. Steinerről azt is érdemes tudni, hogy, hogy ő alapvetően előadó volt, tehát az ő életműve előadásokra épül, és az az életmű, aminek a kiadása, a magyar kiadása jelenleg is folyik, az tulajdonképpen az ő megtartott előadásainak a lejegyzett anyaga, ha jól értem. Gyakorlatilag igen, mert 354 darab könyv van. Van egy, egy gia nak nevezett egy összkiadásnak nevezett uh -huh. GIA betűkkel jelölt, 1-től 354 ig vannak számolva azok a könyvek, amiket kiadunk, és ebből az első 28 az írott könyv, uh -huh. tehát azt ő írta, és a többi az előadásokat tartalmaz, uh -huh. amit írással ott mindig leírtak, többségüket még leeredriztetett, de egy részüket már nem annyira, uh -huh. de Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha 354-ből 28-at levonunk, akkor valamilyen Igen. 330 olyan könyv van, amiben előadások vannak. Most ezt úgy kell számolni, hogy egy könyvben általában 4-5-6 van, amelyekben 10 előadás is van. Tehát bőven ezer körül van azoknak az előadásoknak a száma, amit az alatt a 25 év alatt tartott, amíg, amit uh -huh. dolgozott. Ő alapított egy központot Svájcban. Jól mondom? Igen. Hát először Németországban dolgozott egészen uh -huh. a, a világháború kitöréséig, és akkor a világháború kitörése előtt átment Svájcba, és a Bázel mellett egy Dornach nevű, uh -huh. hát most falut mondanék, de az nem, nem, tehát nem falu, magyar uh -huh. értelemben nem, nem falu, Dornakban egy, egy elég nagy ingatlanon, egy domtetőn, egy Göteánumnak nevezett épületet kezdtek el építeni. És ez volt és a mai napig a Gőtánom, az Általános Antropozofiai Társaságnak a, a központja. És először építettek fából egy, egy épületet, ami sajnos a felavatásnak a napján, tehát akkor, amikor az első az első előadást tartotta benne a Rudolf Steiner, azt fölgyújtották. Uh -huh. Nagyjából azt is lehet tudni, hogy azért, mert ott a, a környéken, fölhetszelték az embereket az ellen, hogy hát most itt valamilyen furcsa ezoterikus körnek, uh -huh. itt valami ilyen szektának lesz a, lesz a központja, uh -huh. és akkor valaki földődött és ezt a fából készült épületet, egyébként gyönyörű volt így a képek és a uh -huh. rajzok alapján, földgyújtották. Úgyhogy aztán, amikor egy évvel később, amikor már valamennyire így rendeződtek a sorok, akkor Steiner úgy döntött, hogy akkor most a második az olyan módon és semmilyen módon nem lehet elpusztítani. Úgyhogy most egy meglehetősen vastag falu, a világ első betonépülete egyébként, uh -huh, a, a mostani uh -huh. Göltánum, és tiszta betonból épült az egész, úgyhogy azt, azt még egy, egy atombombával sem lehet elpusztítani. Steiner azért nevezte el Göltánumnak ezt az épületet, mert hogy ő foglalkozott Goethe természettudományos tanáival? a munkássága első felében, például a színelmi Tehát ez egyfajta tisztelgés Gőte felé? Hát ő, amikor még, még a teozofi a tagja volt, akkor Gőtét tanulmányozta folyamatosan, és a tanulmányokat meg dolgozatokat uh -huh. is írt Gőtével kapcsolatban, és tulajdonképpen Gőte már már antropozófus volt ebből a szempontból nézve, mert Gőte... Az nem csak a szintamban, de a növények tanulmányozásában megtalálta azokat az ősképeket, amik valójában nem fizikai dolgok, hanem szellemi dolgok, ami alapján valami olyan lesz, mint amilyen itt. Uh -huh. És ő, ő, ő teljesen eljutott ott addig a szintig, hogy rájött arra, hogy valamit, amit itt mi látunk, az valamilyen formaerőnek, vagy valamilyen forma lénynek a, a, a működése következtében lesz olyan, mint ami ennek látjuk mi itt lent a Földön. És ugye őt előtti tisztelgés volt ez a... Hogyha ki kellene emelni ebből a több mint 300 műből egyet-kettőt, mondjuk a magyar olvasóközönségnek, akkor melyik lenne ez? Ami mondjuk a, a kezdőt, aki ismerkedik Steiner munkassággal, antropozófiával, melyik egy-két könyvet kéne elsőként elolvasnia? Ugye rettentő nehéz, mert, mert ugye ebben a, ebben a GIA sorozatban, vagy ebben az öszködás sorozatban tematikusan is sorba vannak rakva a könyvek. Uh -huh. Tehát most egy fölső vannak művészeti oktatással, gyógyászattal, természettudományjal, társadalmi, szociális élettel, vallással foglalkozó, vallással foglalkozó könyvek, és ezek általában ilyen 6-8 könyv egy-egy, vagy még akár több is. És akkor ugye ezt megszoroztuk még hattal, akkor uh -huh. ez 50-50, vagy még annál több előadást is jelent. Volt a, egész az elején, még amikor a Temozofiai Társaságban működött, akkor voltak olyan alap előadásai, amik arról szóltak, hogy hogyan lehet ezt a magasabb világot megismerni. Tehát nekem, ha én egy teljesen egyszerű földi é, ember vagyok, és az támad, hogy na, én szeretnék erről valamilyen ismeretet szerezni, akkor Két olyan könyv van, az egyiknek az is a címe, hogy Teozófi általában, uh -huh. a másik pedig az, hogy hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez. Egyébként a társaság honlapján ezek, ezek megtalálhatók. Uh -huh. Gyakorlatilag ez a kettő alapmű ahhoz, uh -huh. hogy egy egyszerű ember milyen gyakorlatokkal, milyen módon tudja ezt megtenni, mert erre minden embernek lehetősége van. Tehát aki uh -huh. nem tagadja, hogy ez van, az meg tudja csinálni. És ott nem csak gyakorlatok vannak, hanem az is, hogy mi történik akkor, mikor az ember egy meditatív állapotban ugye uh -huh. elkezd ezzel a világgal összekapcsolódni. steiner sokan elméleti emberként ismerik, aki elvont dolgokról tartott előadásokat, de nagyon sok olyan gyakorlati gondolata is volt, amiből később mozgalom lett. Ide tartozik például, és akkor szerintem erről néhány szót kéne szólni. A Waldorf pedagógia. Igen, hát az a, ugye ahogy az elején mondtam, hogy az embernek teljesen megváltoztatja a világképét. Ez önmag, mondhatnánk is, hogy ez önmagában egy világkép, és nem csak egy világkép, hanem egy olyan világkép is, aminek működő gyakorlati alkalmazásai vannak. Tehát nem csak azt mondja, hogy az ember egy szellemi lény, és akkor az reinkarnálódik, uh -huh. és akkor karma van, meg minden, amit általában ugye a többiek mondnak, azt is, hogy ha én egy szellemi vagyok, és reinkarnálódok, és karma van, akkor így kell az ember tanítani, így kell gyógyítani, így uh -huh. kell a fogyatékosokkal bánni, így kell a mezőgazdaságot csinálni, így kell a társadalmat felépíteni, hogy az megfeleljen az embernek. Tehát tulajdonképpen ez az előbb is felsorolt sor, amit uh -huh. mondtam, az, ez mind arról szól, hogy ő nem csak arról beszélt, és elméletileg, uh -huh. hogy miért, ilyen az ember, meg mi, hanem azt is megmondta, hogy akkor mit kell csinálni az élet minden területén, és így lettek aztán azok is, amit ugye most uh -huh. így említettél, például az egyik a pedagógiában Igen. a Waldorf mozgalom, és mint ahogy a szinte az összes ilyen terület, ez mind úgy született meg, hogy valaki megkérdezte a Steinertől, hogy ha már van ez a világ, és az ember ilyen, akkor például hogy tanítassam én a gyerekeimet, hogy az uh -huh. megfeleljen az, azoknak az elveknek, amik uh -huh. ott voltak. Uh -huh. És ezt ugye, hát nyilván akik ismerik a Waldorfot, azok tudják, hogy ez Németországban egy Emil Molt nevű uh -huh. gyáros, egyébként egy dohánygyára volt, kérdetette föl ezt a kérdést Rudolf Steinernek 1919-ben, és akkor erre föl a Steiner azt mondta, hogy meg tudom mondani, akkor csinál, az Emil Molt csinált egy iskolát, oda fölvettek tanárokat, akik akikről semmit uh -huh. nem tudtak. hogy az elején Steinerrel együtt tanítottak, akkor elmondta, hogy mi a pedagógia, hogy kell ezt csinálni, miért kell ezt csinálni. Uh -huh. Tehát nem csak azt mondta, hogy ezt kell csinálni, hanem mindenki mindig megmagyarázta a tanároknak, hogy ennek az az oka, mert ez így hat, az úgy uh -huh. hat, ezzel így lesz, úgy lesz. Tehát például az előbb mondtam, hogy a GA 293-tól 311-ig, uh -huh. tehát összesen 11. 18 darab könyv van, ami oktatásról szól. Uh -huh. És akkor azok, akik ma másképp szeretnék tanítani a gyerekeket, azok ezekből a könyvekből megtanulják azt, hogy milyen is egy olyan pedagógia, ami az embert nem egy számítógépnek, vagy egy egymilliárd egy sejt véletlen összetevésének tekinti, amiben uh -huh. jó sokat bele kell programozni, mert akkor utána sokat tud, hanem egy szellemi lény, aki egy küldetéssel megszületett kreatív lény itt a Földön, és hogy hogy lehet egyrészt segíteni abban, hogy a küldetését uh -huh. teljesítse, másrészt pedig a kreativitását kifejleszteni, és majd ő kigondol, hogy majd ő meg tudja csinálni azt, amit kell, nem kell neki beletáplálni semmit. A Waldorf kapcsán szerintem érdemes lenne beszélni Gölner Máriáról, aki tudtommal az első magyar antropozófus volt. Ez így volt? Hát igen, mondhatjuk. Vagy is, legalábbis ő. nem tudjuk, hogy előtte volt-e valaki, de mert hogy, ugye ő volt az első, és tudtam, hogy ő volt az egyetlen magyar, aki Steinerrel még az életében találkozott, az élete utolsó éveiben. Igen, az az igazság, hogy erről az időről nagyon kevés információnk van. Tehát mondjuk azt talán nem merném mondani, hogy ő volt az egyetlen magyar, de úgy mondhatjuk, hogy ő az egyetlen magyar, akiről tudjuk. Mm. És aki biztos nyoma igen. van, és igazolhatóan tudjuk, hogy ő. ő Steinerrel találkozott, de például a Rodic, aki ugye egy magyar gróf volt, ugye uh -huh. ő is nagyon jobban volt a steiner Stennerrel Steinerrel, és, és pontosan tudjuk, hogy ő neki például a, a társadalmi területen milyen fontos küldetése is volt, és milyen fontos dolgokat vállalt fel a, annak idején a Steinernek a kérésére. De ez kétségtelen tény, hogy a a már jártól nagyon sokat tudunk, és és ő volt az, aki az első magyar Waldorf iskolát is megalapította, mert ez ő 1924-ben, miután találkozott Steinerrel, is, és, többször beszélgetett vele, és a visszaemlékezéseit azt egyébként lehet is olvasni, az megjelent nyomtatásban. És, amikor Steiner meghalt, ugye 24-ben, akkor, akkor tulajdonképpen azt mondta, hogy, bocsánat, 25-ben, akkor ő 24-ben azt mondta, hogy Olyasmit kell csinálni, aminek nyoma marad, amit az emberek amit az emberek ö, felfigyelnek rá, ami olyasmi, ami hat a világban, és úgy gondolta, hogy nem előadásokat kellene tartani, hanem uh -huh. valami konkrét dolgot tenni. Uh -huh. És akkor a férjével, ez a nagy Emillel, aki talán ismert, így aki így a történelmet ismeri, aki jogász volt, meg politikus, meg egy darabig még miniszter is, uh -huh. hogy a férjével együtt gyakorlatilag, hogy a férje segítségével a Kisváphegyen egy villában berendeztek egy iskolát, ami hét évig tudott működni, és akkor, ahogy köz, az első világháború közeledett, és a, és a, 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 a bocsánat, első. A második világháború, igen, ahogy a második világháború, igen, a második világháború közelett, én úgy tudom, hogy, 1933 ban azért lett ennek az egésznek vége, mert hogy Hitler valamennyi németet hazahívta, tehát hogy az összes német tanárnak, aki itt volt, mert ez egy, ha jól tudom, ez egy két tannyelvű. Hát, egy tannyelvű, egy tehát német, német, nyelvű, német nyelvű, német nyelvű. Német nyelvű tanítottak. Mindenkit hazahívtak. És mindenkinek az És akkor így ennek a kezdeményezésnek vége, vége volt. Úgyhogy. Hogy Utána ő... Göllner Máriával mi történt? Tehát, hogy ő, ő volt, tehát Waldorf pedagógia élén állt Magyarországon. Ráadásul ez, ha jól tudom, akkor Európában is az elsők között volt, ami Németországon kívül alapított Waldorf iskola. Ezt megmondom őszintén. Valószínűleg, legom, valószínűleg. De hogyha az <laughs> igen, vala, veszek, így, így, így van, való így, lesz, Igen. És, és, akkor utána pedig, uh, mielőtt még Svájcba emigrált, uh, Svájcba emigrált, jól emlékszem? Igen, Dornakban. Dornakban emigrált. Uh, Gölner Mária, mit tudunk még róla? Mi történt utána vele, és hogy ugye le van fordítva az emlékiratai magyarra, amit egyébként németül írt eredetileg. igen. Igen, igen, Tehát hát annyit tudunk, hogy abban az időben valószínűleg volt valamilyen kis antropozófétárság szerűség, amit, amit igazolni nem tudunk, csak azt mm. tudjuk, hogy volt egy közösség, akik tagjai voltak az általános antropozófétárságnak, és, és ezt itt vannak, akik kutatják, talán egyszer majd sikerül nekik valamilyen mm. konkrét bizonyítékot találni erre, de az kétségtelen tény, hogy hogy az, amit ő csinált, az itt ha hogy a 33-mal ez nem kell, hogy megálljon, tehát hogyha nem, nem kell megállni, akkor ez egy komoly fejlődésen ment volna keresztül. Ugye 33-tól 89-ig gyakorlatilag leradírozták az egészet a Földről, és megszűnt uh -huh. gyakorlatilag az antropozófiai élet Magyarországon, vagy legalábbis nagyon elrejtve és elbújva tudott csak működni, úgyhogy. Ez... A Gölner már ilyen kívül tudunk még olyan híres magyarról, aki antropozófus volt ebbe az időbe és mondjuk ismerhetjük, mert művek maradtak fönt utána. Vagy ezt inkább a Rendsz. Én, én amit, amit olvastam, hogy a, a Török Sándor nevű író, ő antropozófusnak vallotta magát, őnek, és ő az, azok az ifjúsági ő regényeknek. A... Igen, igen, igen. A Török Sándornak vannak is a könyvei, amik ami kifejezetten az antropozófiáról szólnak. Őneki andropozófos... uh -huh. volt egy egy kis közössége, aki ilyen rejtett módon, ilyen titokzatot, titokban dolgozott 45 után, és, és az ő, ő csoportjába tartozók is, amikor megalakult 90-ben a, a Magyar Antropozófétárság, ők is az alapítók közé tartoztak. Na, ezt is érdemes lenne kutatni, erről van már valami anyag. Hát tehát, van, hogy... van, egy, van egy tagunk, aki kifejezetten a, a magyar antropozofétárságnak a történetét ö, kutatja, és ő neki, ahogy így mindig újabb adakokhoz jut, akkor ki is adja ezeket könyvekbe, úgyhogy mm -hmm. nálunk a, a webáruházban ezeket a könyveket meg is lehet vásárolni. Tehát, ha valakit így érdekel akkor... Mert ez egy olyan, olyan időszak, amikor ugye minden be volt tiltva, amilyen ezotéria és okkult, tehát hogy ez mind ilyen föld alatti, underground ja. szinten működő Igen, abszolút teljesen, Ha valakinél a határon találtak egy könyvet, rögtön elkobozták, és, és hát ezek féltek is, tehát hogyha így az ember utólag beszél ezekkel az emberekkel, akik abban az időben, mondjuk 89 előtt, mondjuk az 50-es évek és 89 között antropozófiával foglalkoztak, akkor azok állandó félelemben éltek, és nagyon titokban találkoztak, nem mertek senkinek se szólni, az életükben uh -huh. nem merték tenni. Tehát igazán ez egy abszolút ilyen, ez csak egy szellemi csíra volt, amit így uh -huh. föntartottak abban az időben. Igazán nem tudott megbutatkozni a világban, mert annyira, annyira más lett volna a gondolkodásuk. Néhány embernél, aki abban az időben alkotott és dolgozott, uh -huh. annál meg lehet látni ezeket a csírákat. Most itt uh -huh. egy-két tevet már említettünk a Bélától a Szepes Márián keresztül akik ismerték ezt Steinert, és uh -huh. hát, abban az idő nem hát antropozófusnak nevezni őket, de nyilván érdeklődtek iránta, és uh -huh. beépítették a, a munkájukba. Mi volt a helyzet a rendszerváltás után? Hogy alakult az intézményi rendszer, és hogy ö, mi, tört, mi történt mondjuk 90 óta az a magyar antropozófusokkal és a társasággal? Ugye 89-ben szerencsére felszabadultunk ezzel a arról az is, és, és egyfajta ilyen szellemi fejlődés indult meg, és azok a csoportok, akik korábban együtt dolgoztak itt ilyen rejtett módon, azok összegyűltek, hát már akikről lehetett tudni, és akik akik így összetalálkoztak, és akkor ezek a csoportok közösen alapítottak egy egyesületet, uh -huh. aminek Magyar Antropozófiai Társaság nevet uh -huh. adtak, és gyakorlatilag ez egy egyesületi formában működő társaság lett, aminek bárki tagja lehet, aki elfogadja ezeket, a, uh -huh. ezeket az alapelveket, hogy a Gőtánom, az az antropozófiának központja, az ember egy szellemi lény, uh -huh. és hogy, hogy ezzel a a, a, a szabad szellemtudományi főiskolában foglalkoznak. Tehát igazán nincsenek különleges feltétel lesz kötve az, hogy valaki belépjen ebbe az antropozófiai uh -huh. társaságban, és ott dolgozzon. Minden esetre kezdetben egy Pár taggal indult ez az egész. Most pillanatnyilag úgy vagyunk, hogy kb. 300 tagja van, 310-valány tagja van a Magyar Antropozofiátárságnak. Uh -huh. De azok, akik antropozófiával foglalkoznak, és, és ismerik a Steiner anyagait, meg a különböző előadásait, azoknak a száma az több tízezerre tehető, mert uh -huh. ugye az előbb már egy életterületet említettünk, de hát ahogy mondtam, ez, ez lefedi az életnek minden területét, és talán érdemes is lenne majd egy pár Igen. szót erről beszélni. És ezeken az életterületeken dolgozó sok-sok ezer ember, ez gyakorlatilag nem, nem lép be a társaságba mint tag, de eljön a rendezvényekre, vásárolja a uh -huh, uh -huh. maguk is szerveznek rendezvényeket, tehát igazán ez egy, ez, egy, ez egy ilyen szellemi közösség, akik az életüket egy, egy azonos gondolkodás, vagy egy azonos azonos megismerés mentén rendezik be és szervezik. Beszéltünk a pedagógiáról, akkor említsünk még egy életterületet, mondjuk az orvoslást, ami én nem tudom pontosan, csak nekem az első ilyen ismeretem erről az volt, hogy, hogy Németországban, hogy van ilyen, hogy antropozófia és szemlélet jegyében működő kórház. Hogy Magyarországon ez, ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Azt tudom, hogy vannak orvosok, akik antropozófusok, és ennek, ennek a szemléletnek a jegyében gyógyítanak, de hogy ez az orvoslás, tehát a Steiner részéről ez hogy jött, itt a Végman nevét ismerem csak. Tehát, hogy hogy jelent meg ez Steinernél, kik voltak az ő munkatársai, ezekkel kapcsolatban miket ért, és Magyarországon mi a helyzet most? Ugye ja, akkor az, az előbb már említettük, hogy a Steiner egy kérdésre hogy megalapította a Waldorf iskolákat, uh -huh. és akkor hát nagyon nagy volt az érdeklődés, és járt Európa szerte, hogy elmagyarázza az embereknek, vagy az érdeklődőknek, uh -huh. hogy mi is ez az újfajta oktatás, miért más, és uh -huh. miben más. És akkor többször megkérdezték tőle, hogy Hát ha lehet másképp tanítani az embereket, vagy lehet ennek az alapján tanítani az embereket, akkor hogy néz ki ez az orvoslásra, hogy lehetne másképp gyógyítani az embereket. Azért akkor is eléggé materialista volt a, maga az orvostudomány, csak az embernek a fizikai testét volt hajlandó figyelembe venni. És gyakorlatilag erre a kérdésre, hogy az 1920-as, 21-es években kezdett el előadásokat tartani arról, hogy hogyan lehetne megújítani az orvoslást, hogyan lehetne az embernek a hármasságát, tehát a test, lélek, szellem hármasságot uh -huh. figyelembe venni, és hogy a testnek a betegségei hogyan függnek össze a lélek, vagy a szellemnek a betegségeivel. Tehát mondhatnám úgy is, hogy az antropozófia ezen a területen az abszolút elfogadja azt, amit a materialist orvostudomány mond, uh -huh. és nem is lehet antropozófus orvos az, aki nem végezte el az orvosi egyetemet, amit az antropozofiai orvoslás ez többletet ad, az az, hogy azt mondja, hogy mindazt, amit a fizikai testben érzékelünk, azt nem csak a fizikai dolgok, hanem a lélekben, illetve uh -huh. az embernek a szellemében megjelenő dolgok, hatások, különböző problémák vagy diszharmóniák disz okozzák a fizikai tüneteket is. Uh -huh. És hát ez aztán egy csomó előadást tartott az orvosoknak, és akkor ennek alapján ennek alapján elkezdődött egy olyan folyamat, amit antropozofus orvoslásnak nevezünk, és ez Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban az egy elfogadott dolog volt. Ma számtalan antropozófus klinika uh -huh. van a világon. Ugye a legismertebb ez pont az Ita Wegmanról elnevezett uh -huh. Ita Wegman klinika, aki mondjuk az első antropozófus orvosként uh -huh. is lehet akár, akár tekinteni. Ez ott van Dornakban, ahol uh -huh. a is van. De, de hát aztán számtalan klinika van mindenhol, Németországtól Svédországon keresztül, mindenhol. A legtöbb országban ez egyébként a, a TB által is támogatott gyógyítási <coughs> módok közé tartozik, tehát nem csak magán <coughs> betegek mehetnek, hát nagyon más. Tehát, hogy erről külön lehet, hogy lehet érdemes lehetne tartani egy beszélgetést arra, hogy mennyire más az antropozófus orvoslás, mint a, mint a többi, hát ugye ez nem az én szakmám. Igen, de itthon én... is vannak, tehát, hogy a tagok között, tehát Igen. olyan orvosok, akik... Ennek. Hála Istennek, van, egy, van egy, egy, a egy tagja, egy doktor Szöke Henliknek nevezett nevű barátunk, aki, aki felvállalta ezt a feladatot, és a, a Göthállommal, illetve a, a Svájcban működő orvos képzése együttműködve itt Magyarországon csinált egy orvosképzést, és a Magyarországon az antropozófus orvos, ez az egy elismert változata az orvoslásnak. Tehát, a, uh -huh. tehát valaki mondhatja azt, hogy én belgyógyász vagyok, és antropozófus orvos, és ezt kiírhatja. Tehát ez, ez egy abszolút elfogadott uh -huh. változata. Most például a Pécsi Orvostudományi Egyetemen lehet megkapni a diplomát arra, hogyha valaki. Uh -huh antropozófus orvos akar lenni. Klinika még egyenlőre nincs, de, de számtalan orvos van, aki, uh -huh. aki, így dolgozik. És hát természetesen, hogy ha már, a, ha már orvosok vannak, akkor nyilván valamilyen módon olyan szereket is kell adni, amik ezek az antropozófus orvoslásnak a szerei. És és ett, így aztán Steinernek számtalan olyan receptje volt, ami a ráktó kezdve az egyszerű fejfájásig mindenféle, uh -huh. mindenféle betegségekre alkalmazható, és ma is több olyan gyár működik, ahol ilyen gyógyszereket gyártanak. Hát a legismertebb az talán a Veleda az, az, egy, az ugye uh -huh. kozmetikumokat is gyárt, uh -huh. és az itt Magyarországon is sok helyen kapható, de a veredának nagyon sok gyógyszere van, és az még a régi Steineri receptek alapján uh -huh. gyártja ezeket a gyógyszereket. Tehát, uh -huh. Ugye most itt a, az egyetlen nagy probléma az az, és lehet, hogy most az orvoslás kapcsán egy, egy ilyen kitérőt azért tehetnénk, hogy 1900 és 1925 között volt, született meg az antropozófia. És 1900 és 1925 között nem csak az antropozófia volt az, ami megváltoztatta volna az emberiségnek a gondolkodását, merre volt ez a rengeteg ezúttalikus áramlat is, de volt pont ez alatt a 25 év alatt egy tudományos forradalom is, amit megint uh -huh. teljesen elfelejtettünk, vagy nem jelenik meg az életünkben a kvantumelmélet. Uh -huh. Mert ugye 1900-ban kezdődött a kvantumelmélet, és a Schrödinger egyenlettel uh -huh. 1925 ben a kvantumelmélet alapjait lerakták. A mai napig ezeken az alapokon uh -huh. dolgoznak, és ezt fejleszik tovább. Na most az antropozófia is, meg a kvantumelmélet is egy egészen másik világot ír le, mint amit addig gondoltak az uh -huh. emberek, és az a baj, hogy az 1925 utáni gondolkodásunk is még mindig ugyanaz, mint ami 1900 előtt volt. Mert mind a kettő egy olyan világot ír le, amiben nem a fizikai az anyagi az elsődleges, hanem ugye a kvantumfizika az energiáról, meg formaerőkről beszél, az szellem szellemről és, és formaszellemekről beszél, de mind a kettő azt mondja, hogy nem az anyag az elsődleges, és az anyagon kívül számtalan más olyan dolog van, ami az anyagot befolyásolja. De érdekes módon 1925 után ez valahogy csak én. Kis korlátozott körökben maradt meg, és hogyha majd esetleg oda jutunk, akkor én szerintem a mai napnak az összes tragédiája, amit ma megélünk, az ezért van. Mert egy középkori gondolkodással nem lehet a XXI. században a dolgokat sem megoldani, uh -huh. sem semmilyen sem kérdést megválaszolni, de még csak a világot megismerni sem lehet. Bárpedig bármilyen fájdalmas is, Se az antropozófia, se a a gondolkodását nem használjuk. Hogy nem történt meg a paradigmaváltás. Igen. Tehát azok a régi paradigmák, vagy narratívák, vagy képzetek, uh -huh. mindegy, hogy uh -huh. minek nevezzük, amik még az 1800-as, vagy 1700-as években keletkeztek, és korlátozottan jók, mert uh -huh. az okoz okozati összefüggés, ez a hatás, ellenhatás, hogy jön egy vírus, attól megbetegszel, ha maszk van rajta, meg nem betegszel meg. Na, ez az, ami tipikusan az, ami a 1800-as években uh -huh. még jó volt. De a kvantumfizika uh -huh. óta, meg, a, meg az antropozofia óta, ez, ez már nem így van. Uh -huh. Csak valahogy ezt nem vesszük át. És akkor uh -huh. csodálkozunk, hogy háborúval oldjuk meg azokat a kérdéseket, amiket egyébként tök egyszerűen meg lehetne oldani. Uh -huh. Milyen egyéb területei vannak az antropozófiának? A Beszéltünk orvoslás, pedagógia, felírtam magamnak még táncművészet, hogy euritmia, az is Steineli. Hát ugye, hogyha mezőgazdaság. Most a a legfontosabb, után, ha egyáltalán uh -huh. sorba lehet állítani. Bár ugye talán a pedagógia a legfontosabb, mert egészséges és kreatív uh -huh. felnőttekre lenne szükségünk. Ugye az orvoslás volt a második, amit uh -huh. említettünk, hát a harmadiknak talán a mezőgazdaságot említeném, mert mert az első kettőre még lehet azt mondani, mert ugye, hogyha valaki nagyon nem nagyon materialista és elutasít mm -hmm. mindent, ami egy kis ezoterikus éle van, akkor lehet azt mondani, hogy jó, hát a iskola, az, az, az orvoslás, hát a húbuk. De azt mondani, hogy, hogy a mezőgazdaságban ugyanannyit termelnek, vagy még többet is termelnek, mm -hmm. mint a mint a, a, mondjuk a vegyszert használó mezőgazdaságban. Uh -huh. De ugyanakkor nem pusztítják a földet, nem pusztítják a földnek az élőlényét, nincsen méreg a növényekben uh -huh. és mindenben. Ezt már azért nagyon nehéz humbugnak nevezni, mert ez egy ez fizikai tény. Egyszerűen azokkal a módszerekkel, amiket Steiner mondott, hogy hogyan lehet a föld gyógyítása mellett az uh -huh. embereknek megfelelő mennyiségű táplálékot termelni, ez működik, és Magyarországon egyébként olyan sok Biodinamikus mezőgazdasági uh -huh. föld van. Nem csak gabonát termesztenek, hanem szőlőt is. Ma a világon a legdrágább borok a biodinamikus borok, uh -huh. hiszen semmilyen vegyszer nincs benne. Valami elképesztő aromája van magának a szőlőnek és a szőlőből készül dolgoknak. Tehát a biodinamikus mezőgazdaság az egy, az egy, az egy, az tulajdonképpen megoldaná a Földön az összes problémát, ha hagynánk ezt a paradigmaváltást megtörténni. Uh -huh. Bár éppen így a, a Götánumban a mezőgazdasági szekciónak a, a, az ember a munkatársaival beszélgetve úgy tűnik, hogy a világ kezd rájönni erre, mert miközben itt Európában itt szenvednek, hogy ez most humbug vagy nem humbug, uh -huh. addig Indiában meg Kínában már hívják ki a Götánumból a szakembereket, mert hogy ugye ehhez, amit a Steiner mondott, nem kell vegyszer, nem uh -huh. kell olaj, nem kellenek műtrágyagyárak, hanem csak tehenek kellenek, meg víz. És mégis ugyanannyit, vagy még többet lehet uh -huh. termelni, mint amennyit a vegyszeres műtrágyás termeléssel termelnek. Tehát Indiában sorra állnak át most már egyre nagyobb területeket állami támogatással, biodinamikus uh -huh. mezőgazdaság állítanak át, és a kínaiak is rájöttek, hogy mivel nem lesz elég olaj, muszáj valamit csinálni, uh -huh. és ez meg nem kerül semmibe. Úgyhogy lehet, hogy keleten egy kicsit bölcsebbek már az emberek, mint amilyenek itt vagyunk, bár Magyarországon, ahogy mondom, az európai Gabonat, biodinókus gabonatermesztésének nagyon felét Magyarországon viszik uh -huh. ki. Tehát ez egy óriási dolog. Akkor ugye ott vannak a társadalomtudományok. A társadalomtudományok. A a ez tudom, egy nagyon fontos kérdés, hiszen hiszen a paradigmaváltás az nem csak a gazdasági életben nem történt meg, vagy uh -huh. az orvoslásban, hanem a társadalmi kérdésekben sem. És a, amit a amit a Steiner mond, az azt mondja, hogy hogy a, ugye azt mondta az elején, azt már említettem, hogy az egész fejlődés, az az ember fejlődése és az ember tudatosságának a fejlődése, és azt mondja, hogy ahogy fejlődik az embernek a tudatossága, úgy kell a társadalmi formáknak is folyamatosan fejlődni. Uh -huh. És érdekes módon, valahogy a, a most érvényes narratíva szerint, vagy a most érvényes elméletek szerint, a kapitalizmus az, az utolsó és a csúcsa mindennek, és mindig azt mondják, hogy jó, jó, van probléma, de majd egy kicsit javítgatunk rajta, és akkor uh -huh. jobb lesz. Na most a Steiner volt az, aki azt mondta az előadásra, hogy ez egy óriási tévedés, mert ez a kapitalista rendszer, ami most van a világban, ez csak egy darabig volt pár egy, mondjuk úgy, hogy megfelelő az emberi tudatosságnak, és az egész társadalmi rendszer, amit most képviseleti demokráciának hívunk, szintén csak egy darabig volt megfelelő annak a tudatosságnak, amiben élünk, és hogy ezeket fel kell váltani egy új, egy másfajta rendszerrel. Sőt, azt mondta, hogy a fejlődés az olyan lesz, hogy nem csak egy ezután fog következni, hanem meg az is egy idő után le fog járni, és majd fog jönni még egy másik, egy még fejlettebb tudatossághoz tartozó társadalmi rendszer, és ez az, amit egyébként talán aki Valdors iskolával valamilyen kapcsolatban van, az hallott, ez hármas tagozódásnak hívja Rudolf Steiner. És egyébként semmi új nincs benne, mert a társadalmak mindig hármas szint, hármas tagozódások voltak. Ő csak egyetlen egy dolgot mond, hogy a régi társadalmi formák, amiben egyenlően most ugye ma is élünk, mert ez egy abszolút idejét múlt, és legyen uh -huh. társadalmi forma, az úgy működik, hogy van, van az elit, ugye régen azok a szellememberei voltak, a beavatott uralkodók, uh -huh. fáraók, császárok, vagy akármik, akik a szellememberei voltak, akkor a második szint volt az, aki a akik a, a törvényeket végrehajták, a, a fönt meghozott törvények végrehajtásáról gondolkodtak, ezbe tartottak a nemesek, a hadseregek, vagy később uh -huh. az erőszakszervezetek, meg a különböző administratív szervezetek, és akkor végül volt a nép maga, aki dolgozott, aki a fönt uh -huh. kitalált, vagy a fönt meghatározott törvények szerint dolgozott, és ellenőrizte őt ez a második szint. és a Steiner azt mondta, hogy ez egy darabig teljesen legális volt, az korszerű volt, de az emberi tudatosságnak a fejlődésével uh -huh. ezt a fölülről lefelé ható, hogy fölül, van az áll, a fölül vannak az okosok, aztán az állam mindenki uralkodik, és majd mi azt csináljuk, amit fönt mondanak ez... Ez az 1900-as évektől kezdődően, ez idejét múlt, ez lejárt, és ha ezt nem tudjuk megváltoztatni, akkor szörnyű tragédiák fognak uh -huh. figyelmeztetni minket arra, hogy valami változtatni kell. Uh -huh. És annyit mondott, hogy a hármas tagozódás az az, hogy ezt a három területet, tehát a szellemnek a területét, a jogalkotásnak, vagy a, 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 a szociális, az emberi kapcsolatok és a területét és a gazdasági életet, azt, amikor dolgozunk, ezt nem. Föntről lefelé kell szervezni, hanem vízszintesen. Azaz van, legyen egy önálló, szabad és senki által be nem, be, nem befolyásolt szellemi szféra, ahol uh -huh. a kultúra, a művészetek, az oktatás és minden, ami szellemi tevékenység tartozik, legyen egy jogi szféra, az állam uh -huh. maga, aki csak, aki csak az emberi kapcsolatokat szervezi, de nem szól bele az oktatásba, mert az is egy szabad, független dolog, és nem szól bele a gazdasági életbe se. Uh -huh. És a gazdasági élet is egy teljesen új, önálló és szabad terület kell, hogy legyen, és ez a három ez egymással egyen, egy vonalban együtt helyezkedik el, de egyik se szól bele a másikba. Tehát az, ami most van, hogy a gazdasági élet beleszól a politikába, uh -huh. és akkor a politika beleszól a, a, szó, a szellemi életben, vagy a kulturális életben, ez egy teljesen beteg konstrukció. Elméletileg ennek a háromnak egymás mellett kellene állni, és együtt, együtt működni kellene, de nem beleszólni a másikban. Uh -huh. Na most ezt a Waldorf iskolák próbálják gyakorolni. Tehát uh -huh. a Waldorf iskolák nem csak annyiban mások, hogy másképp tanítják a gyerekeket, tehát másképp néznek rá a gyerekre, és más a, a tanmenet, uh -huh. hanem az is, hogy a felnőttek, tehát a tanárok és a szülők is megpróbálják ezt a hármas tagozódást valamilyen módon gyakorolni, mondhatnánk, hogy is egy szociális kísérlet folyik, Aminek az a következménye, hogy azok a gyerekek, akik ebbe az iskolába járnak, azok a gyerekek nem az órákon, hanem a szüleik és a tanárok viselkedéséből, mint mintát magukba szívják azt, hogy lehet másképp is viszonyulni az emberhez. És hogyan, hogyan, hogyan alakul ez a kísérlet a valóságban? Milyen, milyen gyakorlati tapasztalatok születtek ebből eddig? Ugye ez, ez gyakorlatilag Németországban kezdődött, ugye, amikor az első Waldorf iskolák elkezdtek működni, és azt lehet mondani, hogy Németországban, ahol már több mint száz éves hagyománya van, ez nagyon jól halad, hiszen Németországban például a politikában az, ami a, ebben a hármas tagozódásban a politika és az állami életre vonatkozik, az egyre jobban kezd meghonosodni, mert uh -huh. hogyha most a legutóbbi beszélgetések alapján azokkal, akik ezt így csinálják, ott Németországban több mint 4400 olyan település vagy város van, ahol részvételi demokrácia szerint működnek. Uh -huh. Tehát, hogy megszűnik az a, az a fajta hierarchikus gondolat, hogy megválasztok egy polgármestert, meg egy képviselőtestet, és akkor attól kezdve azok az én uraim, attól kezdve ők mondanak meg mindent, és négy évig én csak az elszenvedője vagyok uh -huh. az ő uralkodásoknak, hanem egy részvételi demokrácián alapuló közösség jön létre, ahol a megválasztottak csak mandátumot kapnak arra, hogy amit mi megszavazunk, azt megcsinálják. Uh -huh. És ez a ez az elve, ahogy itt ezt, akik ezt itt szervezik, azok azt mondják, hogy ez olyan mértékben kezd terjedni Németországban, hogy hamarosan lesznek már egész olyan tartományok, ahol már a tartományi parlament is így fog működni. Tehát uh -huh. megválasztják a parlamenti képviselőket, de azok a nép akarat szerint és a nép által elhatározott döntések szerint működnek. Uh -huh. És hogyha most visszatérünk ide Magyarországra, akkor azt lehet mondani, hogy azok a diákok, akik már gimnáziumból is, Waldorfból jönnek ki, azok először is nem értik, hogy miért így működik a világ. Uh -huh. Ez teljesen beteg. Ugye így nem lehet. Hát ma már a 21. században uh -huh. nem lehet valaki fölöttem, aki megmondja nekem, hogy én mit csináljak. De még nincsenek elég sokan ahhoz, hogy ez egy olyan változást hozzon, mint például ami Németországban van, hogy elkezdődjön mondjuk itt is egy ilyen mozgalom, hogy részleteli uh -huh. demokrácia legyen, miközben azért, hogyha belegondolunk, mindenki szenved attól, ami a politikában van. A baj az az, hogy nem tudják hogy ezt nem javítgatni kell, hanem teljesen lecserélni egy másik dolog. És így itt a probléma. Hát igen, itt ez, ugye ez, ezek ilyen nehéz kérdések, mert a, aki a jelenlegi rendszernek a haszonélvezője, az nem, nem fogja akarni lecserélni az egész rendszert. Szóval, hogy ez, ez egy talán bonyolultabb, mint, tehát hogy maga az elképzelés, azt értem, de mert hogy ez, egyébként... ez kicsit bonyolult bonyolult maga a megvalósítás. Volt olyan új párt, amelyiknek a programjában benne volt az, hogy ők részvételi demokráciát akarnak Magyarországon, most nem akarok nevet mondani, de hogy bekerültek a parlamentbe, kikerült belőle. E... Tehát mindenki tudja, hogy ez a jövő. Csak amikor a hatalomnak a közelébe kerül, akkor rájön arra, hogy hát a hatalmat azért mégse úgy tartom meg, hogy lebontom, de nem is a pártoktól kell ezt elvárni, ezt csak az emberek tudják megcsinálni meglátjuk majd, hogyha, hogyha ez a rendszer már nem, nem, működik, mert eljön egy pont, ugye, hogy nem fenntartható, az most már hogy viszonylag nyilvánvaló mindenki számára. Én szerintem az nem egy, nem egy ilyen békés átmenet lesz. Tehát, de, hogy, de hogy egy új rendszerre van szükség, az hát szerintem egy, ő... egyre több mindenki számára nyilvánvaló, de hogy ennek a lebontása az általában nem békés úton Na, szokott lejátszódni. Hogy jó, hogy ez most több évtizedbe telt, de Ebbe az irányba halad a dolog. Aztán a hogy majd mikor, mi, mikor fognak ezen megpróbálni szembeszállni a legfelsőbb hatalmi szinteken, ha már túl sok lesz, van így ez a talán város, még talán nem olyan sok Németországban. De hát inkább menjünk át a kérdésen. Igen, igen kérde, ez, egy, ez... ez egy nehéz téma. Szóval, euritmiáról csak röviden, hogy ugye ez benne van a Waldorf programban is, hogy hogyan kell elképzelni ezt, hogy euritmia az micsoda pontosan. Ugye a Rudolf Steiner az ahogy említettem, az életnek minden területét megpróbálta megújítani, így a művészeteket is. Drámákat írt, uh -huh. és a mozgásművészetnek is új formái jelentek meg. Ennek két vál új változata van. Van a botmer gimnasztika, ami mondjuk uh -huh. a tornaóra lenne, uh -huh. a, mondjuk a, a hagyományos értelemben. Most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, a, a, az euritmia pedig az egy olyan, egy, egy olyan mozgásművészet lett, ami nem a fizikai testre, hanem az ételtestre hat. Tehát, hogyha az ember azt mondjuk, hogy nem csak fizikai test vagyok, hanem vannak más testeim is, akkor lehet ezekre a testekre például mozgáson keresztül hatni, lehet vele gyógyítani, lehet vele közösségi, de van euritmikus, való gyógyítás is, de ezt például az antropozofus klinikákon használják is. De lehet ez egy művészeti esemény is. Tehát, hogy ahogy a művészeteket mindenben, így a mozgásművészetet is mindenféle Mindenféle formában és módon uh -huh. lehet használni. Talán lehet, hogy arról is lehet külön egy beszélgetést tartani egy jó erről hogy mennyi minden módon és formában uh -huh. használják, de azokon a helyeken, a Waldorf iskolákban, azokon a, a, a Götánumban is folyamatosan vannak előadások, a Faustok uh -huh. kezdve, mindenféle komoly műveket is egyébként euritmiával kísérve, vagy csak euritmiával elő is adnak. Nagyon röviden ma a Magyar Antropozófiai Társaságnak a programjairól, hogy aki szeretne megismerkedni Magyar Antropozófusokkal, milyen programokon vehet részt, és hogy hol tájékozódjon. Hát, hogy a Magyar Antropozófiai Társaság az pillanatnyilag Budán található, a Pasaréten, a Riad utcában van a, uh -huh. a székházunk, és ott ott szoktuk tartani a rendezvényeinket. Az egy, egyébként egy nyilvános hely, tehát a rendezvényekre. Uh -huh bárki bejöhet a közgyűlés leszámítva a minden előadás és program, uh -huh. az teljesen nyilvános. Igazán az antropozófiai élet, az az antropozófiai társaságban, az a tagok által szervezett rendezvényeknek uh -huh. a, az összessége. Vannak a, mondjuk a képviselőtestület által szervezett úgynevezett ilyen központi rendezvények, amikor egy ünnep van karácsonykor, uh -huh. vagy Mikhár ünnep, Mihály napkor, tehát hogy vannak olyan ünnepségek, amik így központilag szervezett, de egyébként az összes többi program azok vagy az orvosoknak, vagy a művészeknek, vagy az euritmistáknak, vagy a valdorfos tanároknak, azoknak egy-egy rendezvénye, amit maguknak tartanak, van, amikor csak tanárokat hívnak meg, van, amikor mindenkit, uh -huh. tehát van olyan előadás a mezőgazdaságról, ami délelőtt mondjuk csak kifejezetten azoknak szól, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, délután meg teljesen nyilvános, akit érdekel a biodönkös mezőgazdaság, uh -huh. az eljöhet erre. És, és a Ezekről a rendezvényekről két módon lehet tudomást szerezni. Egyszer van a társágnak egy Facebook oldala, ez magyar antropozófiai pont valamint a Facebookon, hogy antropozófiai Társaságot akkor mindenki megtalálja. És van egy, van egy, egy weboldalunk, ami mm -hmm. antropozófia.hu nagyon mm -hmm. egyszerű módon. Ezeken mind a kettőn gyakorlatilag fönn vannak a programok, milyen vendégek vannak. A weboldalról lehet vásárolni a, uh -huh. a könyvekből, van egy webáruházunk. Ezen kívül két olyan kommunikációs eszközünk van, ami félig elektronikus, félig nyomtatott, van egy elektronikus hírlevelünk, akit ha bárki a honlapon regisztrál, uh -huh. azt megkaphatja. És van egy Antropos nevezetű elnevezésű újságunk, ami négy alkalommal jelenik meg egy évben, uh -huh. és bárki előfizethet rá annak postai úton megküldjük, ez egy kinyomtatott formában megjelenő újság, és az antropozófi életről, az uh -huh. aktuális eseményekről vannak benne antropozófiai szemléletű írások és cikkek. Péter, ön hogyan látja az antropozófiát, antropozófia jövőjét mondjuk itt Magyarországon? Milyen terveik vannak mondjuk a következő évekre? Hát igazán, hogy Világ megváltó terveink nincsenek. Uh -huh. Mi talán abban szeretnénk segíteni, hogy ez a paradigmaváltás, hogy amiről uh -huh. már elkezdtünk beszélni, ez megtörténjen. Uh -huh. Mert hogyha, ha nem látjuk be, hogy egy középkori gondolkodással nem lehet a 21. századnak a problémáit uh -huh. megoldani, ha, ha nem értjük meg, hogy az, ami, ami, hogy ma élünk, az sem a tudományos uh -huh. élet, Felfedezésének, sem a szellemtudományos felfedezéseknek nem felel meg. És tényleg, ha az ember nem is tudja megismerni a világot, akkor nem is tud helyes döntéseket hozni. Márpedig ma a kultúrában, a politikai életben, a gazdaságban rossz döntéseket hozunk sorra azért, mert nem azt a világot látjuk, vagy nem azt a világot ismerjük meg, uh -huh. ami valójában van. Uh -huh. Így aztán, ha valaki csodálkozik azon, hogy miért olyan a világ, amilyen, akkor ez a nagyon egyszerű válasz hogy azért, mert először rendesen meg kell ismerni a világot, és csak akkor lehet helyes döntéseket uh -huh. hozni. Most mi úgy gondoljuk, hogy hogy különösen azóta, mióta a kvantumelmélet is létezik, hogy a kvantumelmélet és az antropozófia között sokkal több közös vonás van, mint uh -huh. amennyi a hétköznapi, a mai elfogadott uh -huh. hétköznapi narratíva vagy gondolkodás között uh -huh. van. Az a kettő, az egy egészen másik világot ír le, és mivel... Ugye ezek a tudósok, ezek Nobel-díjat kaptak többségükben, feltételezhető, hogy az ők elég jól látták, hogy milyen a világ. Amit az antropozófia még hozzátesz, az olyan magyarázat, amiről ők azt mondták, hogy ezzel mi már nem foglalkozunk, uh -huh. mert ez nem a fizikai tudományoknak az oldala. Tehát amit mi, el, amit mi én, vagy én személy szerint, vagy talán a társág is el tud képzelni, az, hogy segítsünk az embereknek abban, uh -huh. hogy ez a változás megtörténjen, és azokon a területeken, amiket ugye mind használ, tehát hogy konkrétan meg lehessen mondani, hogy mit kell változtatni az oktatásban, uh -huh. az orvoslásban, a gyógyszergyártásban, a politikában, a uh -huh. gazdasági életben, mert hogyha ezeket a bankolásban, a pénzzel kapcsolatban, tehát hogy ezeket tudjuk, hogy mit kell változtatni, uh -huh. akkor természetesen tudunk változtatni. Uh -huh. Mert ha nem tudjuk, hogy milyen, milyen új kép van, akkor azt mondhatjuk, hogy ez rossz, de mit változtassunk rá. Uh -huh. Világos. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgettünk. Én pedig szeretném megköszönni a figyelmet, ez volt az Atanor mai műsora. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozatok fel a csatornánkra, és kommenteljetek bátran. Nem sokára találkozunk, mottónk és jelszavunk ugyanaz, te Ipsum, ismerd meg te magad. Addig is minden jót kívánok nektek, sziasztok! A műsorban használt hangtechnikai eszközökért köszönet a hangszerplázának.